A Mikulás érkezése előtt már jó fél órával többen áldogáltak a nagy templom tövében, várva a nagy pillanatot. Ahogy közeledett a 4 óra, úgy telt meg a főtér. Közben a télapó és a krampuszok is előbukkantak, a gyerekek nagy örömére. 1, 2, 3! Na, ez már majdnem jó volt. De a Mikulás csak nem indult el a templom toronyból, ezért volt, aki dallal kérlelte. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, a sok gyerek vár. Ti is. Szalud cukor, csokoládia, de jó, jó gyereknek ez való. Erre már nem mondhatott nemet a nagyszakállú. Szépen lassan ereszkedni kezdett, a gyerekek pedig csillogó szemekkel nézték közeledését. Amikor leérkezett a földre, akkor megdicsérte a közönséget. Azt hadd kérdezem meg tőled, hogy jobbak lettek a kecskeméti gyerekek? Úgy érzem, hogy igen, sokkal jobbak lettek. A mostani közönség a legjobb idei. A krampuszok pedig azt mondták, hogy olyan sok a jó gyerek Kecskeméten, hogy lassan új munka után kell nézniük. A város polgármestere a gyerekekkel együtt köszöntötte az égből érkező vendégeket, és megjegyezte, hogy most nagyobb a közönség, mint tavaly. Úgy látom, hogy többen vagyunk, évről évre többen, úgyhogy ez a nagy öröm számunkra, hogy örömet tudunk okozni. Öröm pedig valóban volt, hiszen a Gong Rádió Mikulása minden gyereknek hozott ajándékot.